A Sukics kiadó 2024-ben befejezi a Star Wars könyvkiadást, és a meglévő címeket is kivonja a forgalomból. Szerezben most gyűjteményet hiányzó darabjait, és 20 be 7% extra kedvezményt a Rixon kuponkóddal. Link a leírásban. Végre sikerült elkezdenem a High Republic történetek második fázisát, és a végére is értem az első könyvnek, a megtévesztés útjának, ami Justin a Ireland és Tessa Gretton tollából született, és a korábbi hullámokkal ellentétben ezúttal nem egy felnőtt regény indította a sort, hanem egy young adult, vagy fiatal felnőtteknek szóló regény. Ezt a címkét nem kell alábecsülni egyébként, nagyon sok remek Star Wars könyv van, ami ebbe a kategóriába tartozik, akár csak a High Republicon belül is, viszont Justin Ireland nem éppen a legacélosabb a High Republic írógárdájából, talán őt mondanám a leggyengébb láncszemnek is a korábbi általa írt könyvek alapján. Még az első, a bátorság próbája elég jól sikerült, viszont a második és harmadik hullámos regénye az első fázisból, a lopakodó árnyak, illetve a harmadik, a Mission to Disaster, ami hamarosan magyarul is meg fog egyébként jelenni, ugye ez egy ifjúsági könyv, azok nekem nem annyira tetszettek, nem sikerültek annyira jól, úgyhogy kicsit félve álltam neki ennek a regénynek, de egy viszonylag Kellemes csalódás volt egyébként, kifejezetten ehhez a két regényhez képest. A történet szerint van egy nyitott kéz útja nevű szekta, remélem, hogy ez a pontos magyar megnevezése. Én angolul olvastam ezt a könyvet is, mint ahogy a High Republic könyveknek a zömét, így nem vagyok teljesen tisztában a magyar fordításokkal. Minden esetre ennek a szektának a történetét követhetjük az egyik történetszálon, ez az, aminek igazán jelentős szerepe lesz majd a fázis egészének tekintetében. Ez pedig egy olyan csoportosulás, ami az erőszabadság hirdeti, és egy ilyen pillangó hatásszerű dologtól tartva azt hirdetik, hogy senkinek nem szabad az erőt használnia, hanem annak csak úgy szabadon, ahogyan a természetben megjelenik, úgy kell léteznie, mert hogyha valahol használja valaki az erőt, akkor az úgymond elszívja valahonnan máshonnan, és majd nem lesz ott, amikor mondjuk valaki másnak segítségre lenne szüksége általa. Egy ilyen elég elborult és nagyon ilyen belemagyarázós felfogása ez szerintem az erőnek, és egyébként a történetben szereplő Jedi is így látják ezt, ami egészen érdekes ilyen filozófiai vitákat eredményezett az erőmiben létével kapcsolatban. Ez a része egyébként szerintem tök jól sikerült a regénynek. Ennek az egész szektának az élén viszont egy olyan vezető áll az anya képében, aki teljesen őszintétlen és megvezeti ezeket az embereket, kihasználja őket valami olyan cél elérése érdekében, ami jelen helyzetben még nem teljesen ismert viszont nagyon kemény eszközrendszere van ahhoz, hogy ezeket a célokat elérje, és annak ellenére, hogy azt hirdeti, hogy az erőt nem szabad használni, maga is használja azt, hogy befolyásolja a körülötte lévő embereknek a gondolatvilágát, illetve az érzelmeit, ami egy elég érdekes kettőség, és sokszor elég bicskanyitogató jelenetekben e, láthattuk őt szerepelni, és nagyon érdekes volt ez a kettőség, hogy az olvasónak teljesen világos az, hogy az anya kihasználja ezeket az embereket, és becsapja őket azzal, hogy azt mondja, hogy most neki az erőtől voltak ilyen látomásai, és azt szerint kell cselekedniük, miközben ő egy nagyon higgadt és nagyon rideg stratéga, szinte már már ilyen makiavellista szintű, tényleg ilyen célszentesíti az eszközt elvet követő vezetőről van szó, és mindenki kérdés nélkül elhisz neki mindent, amit mond, mikor teljes mértékben átlátszó az, hogy önző célok vezérlik, viszont nyilvánvalóan ezt a követői nem hiszik el, mert ők maximálisan hisznek benne, szóval egy tök karakter volt ilyen szempontból, mint egyfajta ilyen fő antagonista a történetben, már hogyha lehet egyáltalán ilyenről beszélni. A történet fővonalát az jelenti, hogy az anya és a nyitott kéz útja mindenféle ilyen erőhöz köthető erekéket gyűjtenek be, amiket az anya majd valamilyen célra felszeretne használni. Ez nem teljesen volt világos, hogy pontosan mire, de azért nagyjából ki lehet következtetni, főleg a regény vége felé. A Jedik, akik pedig a történetben szerepelnek, Zállámester és tanítványa Kevmo, azért érkezt hogy megpróbálják kinyomozni, hogy pontosan hová tűntek ezek az erekék, és hogy megpróbálják visszaszerezni azokat. Az anya mellett az egyik legfontosabb szereplő a regényben Márda Ró, akinek ugye már a neve is elég árókodó, hogy ő Markion Rónak, a Nihil később vezetőjének az egyik felmenője. Ő egy ilyen nagyon hithű, már szinte ilyen túlbuzgó módon hívő tagja ennek a szektának, és talán rajta keresztül érződik leginkább ez a szektás mentalitás az egész könyvben, mert az ő gondolatiságába látunk be a leginkább, és különösen a regény végén van egy mozzanat, amikor azt várná az ember, hogy na jó, most már biztos azt fogja mondani, hogy én nem bízok benned többé, te anya, hanem én most kiszállok ebből az egészből, és nem fogok a te hülye játékait szerint játszani, és még ott is képes megmagyarázni azt, hogy hogyan egyeztethető össze ezzel a hitvilággal ez a szörnyű cselekedet, amit az anya végrehajtott, ami már-már már félelmetes volt egyébként, viszont nagyon érdekesse is tette ezt az egész helyzet illetve magát a szituációt is, viszont már de rendelkezik már most olyan ambíciókkal, ami előrevetíti azt, hogy később milyen szerepet tölthet majd be ennek az egész közösségnek az életében. Ezzel szemben ott van az unoka testvére, Janáró, aki pedig gyakorlatilag az ő szöges ellentéte, ő egyáltalán nem hisz abban a bullshitben, amit az anyattól, meg ebben az egész nyitott kéz útjában, meg az erőben sem annyira, hogy kifejezetten érdekelje ez az egész. Egy nagyon stratégikus gondolkodású személy, aki leginkább saját és részben Márda boldogulásáért próbál helyezkedni, illetve úgy intézni a dolgokat, hogy a lehető legjobb körülményeket tudja biztosítani nekik, akár az úttól távol, ha majd egyszer eljön arra a sor, aztán végül másképp alakulnak a dolgok, de ebbe természetesen ezúttal sem szeretnék a spoilerek véget részletesebben belemenni. A Jedi oldalán az egyetlen igazán fontos szereplő, aki gyakorlatilag a regénynek az egyik főszereplője, nem más, mint Kev Moa van, aki egy ilyen igazi maga biztos kamasz fiú, aki nagyon tisztában van a saját helyével ebben a világban, viszont egyszerre még ismerkedik is vele, ami egyébként tök szerethetővé meg ilyen azonosulhatóvá teszi az ő karakterét, és a Márdával való kapcsolatuk szerintem nagyon érdekes volt, jellemzően közöttük zajlottak ezek a filozófiai viták az erővel kapcsolatban, amiket korábban említettem, és talán az ő kapcsolata volt az, ami igazán elvitte a hátán a történetet úgy egyébként, mert összességében azt tudom elmondani Könyvről, hogy a cselekmény nagyon sokáig elég céltalannak tűnik, így egymás után megtörténnek bizonyos események, viszont nem igazán látszik sokáig ezek között okokozati következmény, hanem minden csak így megtörténik, és nem igazán van iránya a történetnek, amelyre úgy haladna ez az egész. Nagyjából az utolsó egynegyedében a könyvnek kerül minden a helyére, és onnantól kezdve sok minden magyarázatot lel, hogy mi volt a funkciója pontosan a történetben egy adott ilyen epizódikusabb történésnek. Viszont odáig el is kell jutni, és az előtte lévő rész sem feltétlenül rossz, csak ez a céltalanság azt eredményező, hogy nem igazán olvastatja magát a könyv, ami azért elég sok Justin Ireland könyvről elmondható, viszont korábbi alkotásaival, és különösen a lopakodó árnyakkal ellentétben itt meglehetősen szerethető karaktereket sikerült írni, szóval ez valamelyest ellensúlyozza ezt a fajta ilyen semmienséget, vagy céltalanságot, mert egyébként az ő interakciójukat egyébként szórakoztató volt szerintem. Olvasni. Összességében tehát nem volt ez egy nagyon rossz regény, viszont szerintem az első fázis nyitása a Jedi fényével sokkal erősebb volt, a tier pedig ezáltal a B kategóriába helyezem el, egy erős középszer regény. Nem feltétlenül mondanám kihagyhatónak sem a második fázisból, mert azért voltak itt főleg karakterek motivációit tekintve fontos dolgok, amik feltételezem a későbbiek során is még fontosak lesznek, de egyébként annyira feltétlenül szükségesnek sem tűnik egyébként. Érdemes lehet azért elolvasni, főleg a High Republic rajongóinak, viszont nem tűnik egy annyira kulcsfontosságú olvasmánynak még most egyelőre. Ezt a gondolatomat egyébként visszamenőlegesen, ha úgy alakul a további események ismeretében, még lehet, hogy megváltoztatom. Természetesen az olvasási sorrendes táblázatban jelölni fogom majd utólag, hogy fontos -e ez a könyv, vagy nem az elolvasása a fázis teljes megértése szempontjából. És ha már az olvasási sorrendes táblázatnál tartunk, kiegészítettem az egészet a teljes második fázissal. Itt is még fenntartom, hogy esetleg változhat majd a sorrend annak fényében, hogy ahogy én haladok a könyvekkel, a képregényekkel. Lehet, hogy majd másképp ítélem meg. Ezt egy Reddit poszt alapján dobtam egyébként össze, úgyhogy remélem, hogy jó lesz. Minden esetre én ezt szerint fogom olvasni, szóval egy jó kiinduló pont lehet nektek is, hogyha arra vártok, hogy beleugorjatok a második fázisba. Természetesen, ahogy a legtöbb Star Wars könyvet, ezt is a Sukics kiadó weboldaláról tudjátok megrendelni, ameddig még elérhető, ugye a Sukics idén befejezi a Star Wars könyvkiadást, és a már megjelent kötetek is hamarosan kikerülnek majd a forgalomból, szóval, hogyha szeretnétek elolvasni ezt a könyvet, vagy akár bármelyik másikat, akkor még most érdemes ellátogatni a szukics.hu-ra, és bevásárolni azokból a kötetekből, amelyek érdekelnek benneteket. Minden ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek volna meg, ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, akkor a szuper köszönet és a csatornatagság mellett ezt most már mörcs vásárlásával is megtehetitek. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Az reve legyen veletek